A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Barabás György Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Sárvárváros központjában található, könnyen megközelíthető, rendezett környezetben. Az intézmény 1969 óta ad diákjainak használható tudást, piacképes szakmát. Az iskola mindig igazodik a piac elvárásaihoz. Magasan képzett tanárok, mérnök tanárok és szakmailag jól felkészült oktatók dolgoznak, hogy komoly tudással rendelkező szakembereket képezzenek. Iskolánk épülete fennállása óta többször megújult. Legutóbb 2011-ben egy óriási fejlesztés által vált modern épületé. Oktatóbázisunk 2005-ben épült fel az iskola udvarán. Fontos számunkra a biztonságot nyújtó környezet, melyben jól érzi magát a diák. A jól felszerelt oktatótermekben, korszerű eszközökkel, modern informatikai háttérrel biztosítjuk, hogy a diákok különféle szakmai fogásokat sajátíthassanak el. Az iskola az elmúlt 20 évben rendszeresen értékelte a tevékenységét. A vezetés és a nevelőtestület elkötelezett a pedagógiai célkitűzések megvalósítása mellett. Korszerű tanulási technikákkal, differenciált fejlesztéssel segítik a lemorzsolódás csökkenését, a munkába állás esélyeinek növelését. A tanuló létszám közel 500 fő, 70%-uk pedig bejáró a környező településekről. 2009 után folyamatosan arra törekedtünk, hogy a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakmákat kínáljuk. Így került a képzési kínálatunkban az elektrotechnika, elektronika, informatika, gépészet, logisztika, kereskedelem marketing szakirány. A 2000-es években lehetőség nyílt tapasztalatokat gyűjteni Norvégiában, Angliában, Németországban és Máltán. A külföldi példák alapján látható volt, hogy nagyon fontosak a célok az intézmény életében. Ettől az időszaktól számos fejlesztést hajtottuk végre. Kidolgoztuk és bevezettük a modulrendszerű kompetencia elvű szakképzést. Ezáltal átalakítottuk iskolák struktúráját. A szakképzést korszerű tanműhelyek szolgálják. Újabb fejlesztések az IKT oktatási módszerhez felszerelt tantermek, az idegen nyelv oktatásához készült nyelvi labor és a gyakorlati oktatás színtereként működő két informatika labor, illetve a taniroda. A múlt kötelez. Az iskola az elmúlt években jó nevű, jó hírű iskolák közé emelkedett. Hiszem, hogy az iskola megítélése az ott tanító tanárok munkáján, tudásán, a diákok képességein és a hozzáállásán múlik. És soha nem lehet megállni a fejlődésben. Törekedni kell arra, hogy a külső-belső környezet egyformán igényes és vonzó legyen az iskola használók számára. A közel 50 éves múltra visszatekintő iskola kettős képzési céllal bír. Egyrészt a szakgimnázium biztos alapot kell, hogy nyújtson az érettségire való felkészüléssel a választott szakma tanulásához, másrészt a különböző területeken működő cégek számára versenyképes tudással rendelkező szakembereket kell képezni a szakközépiskolában. Iskolánk nappali tagozatán évfolyamonként egy szakgimnáziumi, kettő szakközépiskolai és kettő technikus osztályban folyik a képzés. A szakmai bizonyítvánnyal rendelkező tanulóink iskolánkban két év alatt nappali tagozaton érettségi bizonyítványt szerezhetnek. A munkaerőpiacra történő felkészítés érdekében kiemelt figyelmet fordítunk az idegen nyelv, az informatika és a szakmai alapozó tantárgyak oktatására. Iskolánkban a szakközépiskolai képzésekre minden olyan 8. osztály végzett diákot várunk, aki 3 év alatt piacképes szakmát szeretnének, illetve aki már a tanulmánya alatt önálló jövedelmet kíván szerezni. A megfelelő színvonalú tanulmányi és gyakorlati munkát már az iskolában töltött évek alatt komoly ösztöndíjjal honorálja az állam, illetve az a képzőhely, ahol a tanulók a gyakorlati idejüket töltik. A szakközépiskolai képzésben gépi forgácsoló, ipari gépész, eladó, villanyszerelő szakképesítéseket 8. után 3 év alatt lehet megszerezni duális képzés keretein belül. Az intézmény nagy gondot fordít a nappali mellett az esti tagozatos képzések szervezésére is. A felnőtt oktatás keretében 2015-ben közel 100 diák kezdte meg tanulmányait. Az iskola szinte minden szakon piacképes, hiány szakmákat oktat.
Kiváló eredménnyel szerepelnek a tanulók az országos szakmai, megyei, kulturális és sportversenyeken. Az iskola nagy gondot fordít a tanórán kívüli szabadidős programokra is, melyeket az esetek többségében a diák önkormányzat szervez. Az itt eltöltött lassan 6 évem alatt egy kisebb fajta család alakult ki körülöttem. Véleményem szerint iskolánkban minden adott az eredményes munkavégzéshez. Ami számomra nagyon fontos, hogy itt nem csak barátokra, de tanácsadókra és mentorokra is leltem egyaránt. Az intézmény jelszava: válaszd a szakmát, válaszd a Barabást. A jövő iskolája a jelenben. Itt mindenki azért dolgozik, hogy a jelmondat ne csak írott szöveg, kimondott szó, hanem valóság legyen.